Biztosan emlékeznek még első műsorunkra, amelyben Pesú Tamás, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa beszélt a pénz eredetéről. Kiderült, hogy mi a különbség a régi és az új, modernkori pénzek között. A modern pénz, amit most használunk, az különbözik a régi pénztől, mégpedig az alapvető jellemében. Régen a pénzt azt termelték, tehát ugye amikor árupénz formában volt, tehát arany vagy ezüst pénzről volt szó. Ugyanakkor a modern pénz, a modern hitelpénz az már egy teremtett pénz. Bankok hozzák létre a semmiből. Nincsen mögötte semmi fedezet. Pontosabban szólva, a fedezet az egy nagyon érdekes, mégpedig a bizalom. Az embereknek a hite, az embereknek a bizalma. Ez egy interszubjektív hiedelem, ami azt jelenti, hogy az embereknek a kollektív tudatában van. Nagyon érdekes dolgok vannak, hogyha a pénzről beszélünk, például függetlenül attól, hogy valakinek milyen a vallása, világnézete, milyen kultúrkörből jön, a pénzt, mint eszköz, fizetési eszköz, stb. Azt általában elfogadja. Abban bíznak az emberek, ez adja ugye az értéket. Ahogy ígértük, folytatjuk a pénzügyi kisokost a Corvinus Egyetem adjunktusával. Ma arról lesz szó, hogy az egyes pénzügyi kifejezések, terminuszok mögött milyen jelentéstartalom van. Most a különböző adókról lesz szó, illetve azt is elmondjuk, mi a különbség adó és járulék között. Az emberi élet kezdete és vége, illetve a köztes élet is szorosan kapcsolódik az államhoz. Ugye onnantól kezdve, hogy megszülettünk, kiállították a születési anyakönyvi kivonatot, amikor pedig meghalunk, akkor a halotti anyakönyvi kivonatot, a kettő közötti szakaszban pedig a remélhetőleg tartalmas életben különböző tevékenységet végez az ember, amik közül nagyon-nagyon sok állami szolgáltatást is igénybe vesz. Az adó az nem más, mint egy állampolgári vagy cégre vonatkozó, tehát hogy természetes a jogi személyre vonatkozó fizetési, pénzbeli fizetési kötelezettség, amit törvény alapján szabtak ki, valamilyen jogszabály alapján szabtak ki. Ugye ezt az államnak kell fizetni annak érdekében, hogy ezeket a szolgáltatásokat az állam azt biztosítani tudja, viszont közvetlen ellenszolgáltatást ezért mi az államtól nem kapunk. Ez az egyik lényeges különbség az adó és a járulék között. Adó esetében, tehát hogyha mondjuk valaki befizeti az ÁFA-t, befizeti a személyi jövedelemadót, stb., akkor azért közvetlen ellenszolgáltatást nem fog kapni. Ugyanakkor, hogyha valaki járulékot fizet, például nyugdíjbiztosítási járulékot, vagy egészségbiztosítási járulékot, azért már fog közvetlen szolgáltatást kapni, hiszen, hogyha nyugdíjas lesz, nyugdíjra lesz jogosult. Hogyha bármilyen egészségügyi szolgáltatást kell igénybe vennie, akkor igénybe fogja tudni venni az állami egészségügyi szolgáltatót. Az adónemeket, adófajtákat többféleképpen lehet csoportosítani. Mondjuk nézzük egy konkrét példa esetében, és itt több fogalom is kapcsolódik. Hogyha mondjuk egy személyi jövedelemadóról beszélünk, akkor már is fölmerül az adó alapnak a kérdése. Ugye személyi jövedelemadó esetében az adó alapja, tehát ami alapján az adó fizetési kötelezettség keletkezik, az egy adott magánszemélynek a jövedelme. Ugye ezt a jövedelmet forintban, tehát pénzben fejezzük ki. Ugyanakkor a végén az adómérték, ami nem más, mint a konkrétan összegszerűen fizetendő pénzösszeg, az pedig egy meghatározott formula, függvény, kulcs alapján kerül kiszámításra. Ugye Magyarországon jelenleg ez úgy néz ki, a konkrét példa esetében, hogyha valakinek 100 000 forint a jövedelme, és az adó kulcs, az pedig a jövedelem arányában mondjuk 15%, akkor a pontosan vagy a konkrétan fizetendő adó mérték az 15 000 forint lesz. Hamarosan itt a Pénzbeszél műsorában szó lesz arról a változásról, ami a hazai vállalkozások életét is érinti, hiszen július 1-től minden olyan számlát, amelynek áfa tartalma 100 000 forint vagy annál magasabb, be kell jelenteni az adóhatóság felé. De érdekes kérdés, hogy vajon mi milyen rendszerben mozgunk, hogy van az adózás a világ más részein. Még mindig közel 60 fajta adó létezik Magyarországon, talán egy kicsivel kevesebb. Ezeket többféle sokféleképpen lehet csoportosítani. Tehát, hogy vannak jövedelemhez kapcsolódó adók, vannak fogyasztáshoz kapcsolódó adók, vannak vagyonhoz kapcsolódó adók. Ugyanakkor egy nemzetgazdaság szempontjából az egy nagyon fontos dolog, hogy az adórendszer az amennyire lehet, legyen egyszerű, legyen átlátható, igazságossági szempontoknak megfeleljen. Tehát egy adópolitikának a kialakítása az nem egyszerű, az egy rendkívül bonyolult kérdés, és mindig van mögötte egy értékválasztás. Hogyha továbbiakban is a személyi jövedelemadót vesszük példaként, akkor Magyarországon egy egykulcsos adó van, ami azt jelenti, hogy mindenki a jövedelmének megfelelően egy bizonyos arányban, jelenleg ugye ez 15% adózik, függetlenül attól, hogy ez a jövedelem alacsony vagy magas. Ami a képet bonyolítja, az az, hogy vannak különböző kedvezmények, amik a végén fizetendő adóösszeget azt csökkenteni tudják, például mondjuk a gyermekvállaláshoz kapcsolódóan. Hogyha arra a kérdésre szeretnénk választ adni, hogy milyen mögöttes filozófia, milyen mögöttes értékválasztás van egy adórendszer mögött, akkor például mondjuk egy egykulcsos személyi jövedelem adórendszer mellett alapvetően a teljesítményelv, tehát hogy ne legyen az akadályoztatva, aki többlet teljesítményt, ezáltal mondjuk magasabb bért termel meg, a bérrel rendelkezik. A másik szempont, ami pedig az adókedvezményekhez kapcsolódik, az egyfajta ösztönző szerep. Ugye értelemszerűen, hogyha az adókedvezmény gyermekekhez kapcsolódik, akkor annak lehet egy olyan hatása, hogy ösztönzi a gyermekvállalást. A másik izgalmas területen az adózáson kívül az infláció kérdése. Bár ez bennünket az utóbbi években szerencsére nem érintett, de nem árt tudni, mit is jelent ez a kifejezés. Az infláció latin kifejezés, orvosi kifejezésként egyébként felpuffadást jelent, ami azt jelenti, hogy az árak felpuffadnak, tehát hogy az árak elkezdenek emelkedni. Egy egészséges mértékű infláció az összhangban van egy gazdaság növekedésével, hiszen az emberek többet termelnek, többet kezdenek el fogyasztani, stb. A defláció ugyanakkor egy ezzel ellentétes irányú folyamat. Deflációra arról beszélünk, amikor az áruk és szolgáltatásoknak az ára az elkezd csökkenni. Ugye értelemszerűen defláció az lehet egy nagyon-nagyon kis rövid időszak alatt bekövetkezhet, de hogyha ez a deflációs folyamat hosszú ideig fenntart, az már számos negatív hatással lehet egy gazdaságra. Gondoljunk csak bele, hogyha azt tapasztaljuk, hogy jövőre vagy egy hónap múlva megbírok venni bármilyen árut, szolgáltatást, például egy gépjárművet, lakást, stb. Olcsóbban, akkor nem most fogok fogyasztani. Tehát el fogom halasztani a fogyasztásomat egy későbbi időpontra, ami ugye egy ilyen negatív spirálba kergetheti a gazdaságot. Ez a gazdaság működésének, a gazdaság természetével összhangban van, hogy egyszer az infláció kicsit meglódul, utána visszavesz, adott esetben bizonyos körülmények között ilyen deflatórikus folyamatok is megjelenhetnek. Ugyanakkor hosszú távon az nagyon fontos, hogy a gazdaságpolitika csinálói részéről, illetve ugye mi, mint állampolgárok részéről is egy stabil környezethez tudjunk alkalmazkodni. Az, hogy mi a stabil, az megint kérdéses, hiszen az Európai Unióban is változnak a gyakorlatok a között, hogy mit tekintünk jó inflációnak. Tehát ugye 0 és 3% közötti, 3% plusz-minusz 1%, de hogyha általában nézünk egy ilyen referencia sávot, akkor azt szoktuk mondani, hogy 0 és mondjuk 2-3% közötti, de ne a nullához legyen közeli inkább, hanem a felső értékhez. Hiszen, hogyha valami nullához közeli, akkor megvan a lehetősége, hogy lecsapjon, tehát mondjuk, hogy negatívan menjen át.